cigányasszony meg az ördög. Élt egyszer valamikor régen, amikor még csak a cigányok tudtak sírni, egy tündökletes szép asszony, akinek 13 gyereke volt. Úgy hívták Vunida. Olyan szegények voltak, hogy reggeltől estig csak aludtak, hogy ne kínozza gyomrukat az éhség. Vunida szívét betegre marcangolta a bánat, ha csontsovány gyerekeire nézett. Mit tegyek? Mit tegyek? Sóhajtozta hosszú haját tépve. Egy reggel felvette egyetlen jó ruháját. Felkötötte félfeőrzött rózsás kendőjét, hogy elmegy szerencsét próbálni, kenyeret koldulni a fényes paloták elé. Meghagyta gyerekeinek, hogy a kunyhóba senkit se engedjenek be. Majd elővette esztendeje elhalt ura zöld csapkáját, letette a földre és háromszor átugrotta, hogy szerencsével járjon. Elindult. Ahogy ment, mendegélt, meglátta őt az ördög, aki nyomban beleszeretett az asszonyba. Meg is szólította rögtön. Vunida te, légy a feleségem, lesz szép ruhád, teli kamrád, apró termetű fekete lovacskád, nem kell koldulnod, szép Vunida. Az asszony majd szörnyet halt, ahogy meglátta a szőrös testű, szarvait vakargató ördögöt. Hányta is magára a keresztet, de nem segített rajta. Az ördög továbbra is a nyomában loholt. Ekkor háromszor megpördült maga körül, és futni kezdett, ahogy csak a lába bírta. Az ördög nagyot nevetett az asszony mesterkedésein. Varázsolt egy palotát rövest. Ő maga pedig ifjú szép herceggé változott, és várta az asszony. Nem kellett sokáig várnia. Vunida, ahogy meglátta a díszes palotát, azon nyomban dörömbölni kezdett kapuján. Az ördög kezei dörzsölgetve kinyitotta a kaput, és így szólt. Mi járatban vagy erre, te cigányasszony? Jó uram, engedj be! Az előbb találkoztam a sátán egyik fiával, és igencsak megijedtem. Kenyeret koldulni indultam 13 szép gyermekemnek. Szállj meg engem! Gyere csak, gyere! Itt nem kell félned senkitől. Kapsz puha kenyeret, meg egy egész sült tinót, csalogatta be az ördög a reszkető asszonyt a palotába. Milyen jó vagy hozzám, uram! Mit adhatok én, szegény asszony, cserébe néked? Szépen varrok! Talán egy aranypalástot hímezhetnék. Nem kell nekem aranypalást. Gyönyörű hajadat, erdő illatú csókodat akarom, válaszolt az ördög, és levetkőztette az asszony. Vunida tűrte, de gondolatban már otthon járt kis kunyhójában, és etette gyerekeit. Az ördög nem tudott betelni az asszony szépségével. Vunida könyörgőre fogta a dolgot. Engedj utamra, vissza a gyerekeimhez, jó uram! Éhesek, fáznak szegény árváim, talán már farkasok ólálkodnak kunyhón körül. Nem engedlek! Itt maradsz velem örökre! Kiabálta az ördög, és hatalmas, égigérő falat varázsolt a palota körül. Sírt Vunida éjjel-nappal. De az ördög csak ölelte, csókolta, el nem engedte volna egy pillanatra sem. Ám egyszer úgy elaludt a pokolfajzat, hogy Vunida kendőjét jól megpakolva ennivalóval ki tudott szökni a palotából. Dehogy állította meg az égigérő fal. Foggal, körömmel lyukat vájt benne, és rohant hazafelé. Az ördög megérezte, hogy az asszony nincs mellette. Tűvé tette a palotát, még megtalálta a falba vágyt lyukat. A pokolba! Állj meg, asszony! Állj meg! Gyere vissza! Dehogy megyek! Sikította Vunida, és még gyorsabban futott. Könyörgött az ördög, de mivel ez sem segített, fenyegetőzni kezdett, de hiába. Megátkozlak, cigányasszony! De az asszony még erre sem állt meg. Az ördög fekete csókává változott, és Vunida fényes hajába tépett karmaival. Átkozott légy! Megy fa legyen belőled! Húsodat egyék, véredet igyák gyerekeid!
Bunida nagy fájdalmat érzett testében, és földbe gyökerezett a lába. Megyfává változott valóban. A 13 gyerek a furcsa zajra mind ott termett a kunyhó előtt. Tágra nyílt szemük a csodálkozástól, amikor meglátták a roskadásig teli megyfát és a fán károgó fekete madarat. Parittyával azon nyomban lelőtték a csókát, megsütötték és megették, de a megyfát is lekopasztották. Egy szem nem sok, annyit sem hagytak az ágakon. A fa szelíden sóhajtozott, de másnapra ugyanannyi gyümölcsöt termett. A gyerekek megerősödtek, és elindultak megkeresni az anyjukat. A fa valódi könnyeket sírt, ahogy utánuk nézett, de megszólalni nem tudott. Mentek, mendegéltek. Folyókon, hegyeken keltek át, faluról falura, városról városra. Kérdezték, kutatták a szép Hunida nyomát, de nem találták sehol. Egyszer betévedtek egy díszes fekete sátorba, ahol ősszakálú bölcs mondott igazi meséket. Hallották az ördög és a cigányasszony történetét is, de nem ismertek rá Hunida szerencsétlen sorsára. Azóta is bolyonganak a világban. Éhségüket és szomjukat anyjuk húsával, anyjuk vérével, a cigány meggyel csillapítva.